Már ennyi az idő? Akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendigeim a vendégeim a keresztmetszetről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni az a bizonyos meccéspont. És hogy mi ez a pont? Nem micsoda, hanem kicsoda, ő Jézus Krisztus. Mellesleg igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a keresztmetszet. Köszöntöm a Pax Televízió nézőit a Trafi Paxban. Mondhattam volna akár ezt is, de ez a keresztmetszet. Viszont ha a nézőink emlékeznek rá, nemrég még volt egy Trafipax című műsorunk, ahol hétfőn és pénteken reggelenként a bibliai alapozással foglalkoztunk. Én akkor gyakran elmondtam, hogy nem a saját felállított sorrendem alapján hozom ezeket a tanításokat, hanem egy könyvből, amely úgy gondolom, hogy megbízható. A könyvről gyakran szó esett, de a szerzőjéről még nem. Ő ma velem szemben ül, Imriné, dr. Ervei Ildikó. Szervusz, illi. Szervusz, Csaba, örülök, hogy itt vagyok. Én is nagyon örülök, mert nagyon rég szerettelek volna megkívülni, Kézzel még a könyv előtt, és te is letted bennem ezt a katekézis sorozatot, és én azt gondolom, hogy erre minden fiatal hívőnek szüksége van, hogy, hogy tudatos keresztényként tudja élni az életét. Ez a tudatos szó nálam mostanában nagyon gyakran bejön, mert hiszem az hogy keresztény és keresztény közt lehet különbség, ez pedig abban áll, hogy egyszerűen megyek utána annak, hogy megismerem ezeket a dolgokat, vagy vagy van az a pont, amikor megtértem, és azt mondom, hogy innentől kezdve már minden rendben van, és leültem. Mit gondolsz, hogy mi a különbség a két életút között? Nagy különbség van, és szerintem rögtön azzal kezdhetnénk, hogy Jézus mivel bízott meg bennünket, mert talán azt nem nagyon olvassuk a Bibliában, hogy menjetek el és térítsetek meg minden népeket. Valahogy, mi erre fókuszálunk ma és evangelizációs hagyjáratokról beszélünk, meg evangelizációs estékről. Kicsit azt az illúziót keltjük magunkba is, meg másokba is, mint hogyha ez egy rövid munka lenne, hogy csinálunk ilyen nagy kampányokat, és akkor megérett ugye a kalász, és csak egy dolgunk van, hogy azt levágjuk, és sűrbe akarjuk, de nem. Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványá minden népeket. A tanítványnak a nevében is benne van, hogy a tanítvány az tanul, és a tanítványság az folyamatosan történik. És hogy mit jelent tanítványnak lenni, azt onnan tudjuk, hogy Jézus a saját követőit miért nevezte tanítványoknak, vagy a Szentírás miért nevezi Péteréket tanítványoknak. Tehát ők ö, nem egy estére szólva mondták azt Jézusnak, hogy követlek téged, hanem tényleg feladták mindenüket, és megtanulták követni Jézust. Megtanultak arra menni, amerre ő, megtanultak úgy gondolkodni, mint ahogy ő. Megtanulták, hogy ugyanazokat a célokat tartsák fontosnak, amit Jézus. Ez nekik ott három és fél évben telt, illetve gondolom, hogy utána is folytatódott. De példát adott Jézus, hogy mit jelent tanítványnak lenni, bele lenni, időt tölteni vele, folyamatosan figyelni, és nem a saját útjaink irányába menni, hanem arra, amit Jézus mutat. Ez nem jön magától. Tehát attól, hogy megtértünk és újjászülettünk, ez egy csoda. És ezzel a csodával megszületik bennünk az az új ember, aki akarja Jézust követni, és képes rá. De akkor is ezt az utat meg kell tanulni. Dávid Zsoltáraiból olvassuk sokszor, hogy Uram, taníts a te útjaidra. És a tanítványképzés, a tanítványság az szerintem ezt jelenti, hogy megtanulunk ezen az úton járni. Tehát az alapozás és az azzal kapcsolatos tanulmányozó könyvek is azért jöttek létre, hogy segítsenek ebben az útban. Teljesen egyetértek, és én mostanában jelenségként látom azt, mostanában én fiatal hívő vagyok, még lehet, hogy egyébként ez mindig is így volt, hogy valaki megtér, és a tanítványság részét átugorva tanítóvá válik, és mm. lehet azt mondani, hogy egy tanító ismérve az, az, első közt mindenféleképpen az, hogy ő maga is szeret tanulni, akar tanulni? Ez egyértelmű. Ha lehet ilyet mondani, én 15 évesen tértem meg, nagyon buzgó voltam, ami abban állt akkor, amit tudtam csinálni, amit egy, egy fiatal hívő tud csinálni, az az, hogy evangelizál, ezt ugye úgy szoktuk hívni, hogy az egyik oldus elmondja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Tehát bennem, volt, bennem is ott volt az a tűz, az a frissesség, úgyhogy elmondtam az osztálytársaimnak, hogy jöjjön gyülekezetben, meg hogy mit jelent nekem Jézus, tehát nem tudtam sokat igazából, hanem azt a keveset, amit tudtam Jézusról, meg az evangéliumról, azt adtam át. Tulajdonképpen az evangélista munkájához nem is kell nagyon sok. És sok-sok év telt el addig, míg a környezetem, nem is én, hanem először a környezetem ö, emlékezt, vagy figyelmeztetett engem arra, hogy, ö, hogy kaptam a tanítás ajándékát, a tanítói ajándékot de azt friss keresztényként fel se lehetett ismerni, hiszen ahhoz, hogy az emberben ez az ajándék kialakuljon, először is a Szentírás nagyon jól kell ismernie, meg hozzátéve az Urat is jól kell ismernie, és ez mind-mind idő. Tehát még az, hogy elolvasom a Bibliát egyszer, az is idő, nem hogy még az összefüggéseket értsem, de például az, hogy, hogy én, én másképp olvastam a Szentírást, mint sokan, az kiderül nekem egy helyzetből, nagyon friss keresztény voltam, amikor volt egy ifjúsági óra, és körkördést tett fel a vezető, hogy ki hogyan olvas Bibliát. És akkor mindenki előrukkolt vele, hogy hát ő tíz percet olvas, vagy ő fél órát olvas, ő minden nap egy részt olvas, utána gondolkodik róla a másik másként, és akkor én meglepődtem, hogy, hogy mindenki másképp olvassa a Bibliát, mint én, mert engem a Szentlélek úgy tanított, úgy tanított, és azt mindjárt elmondom, hogy, hogy hogy, én azt gondoltam, hogy a Szent Lélek mindenkit így tanít, és biztos mindenki így olvas Bibliát. Nekem a Bibliaolvasás egy olyan jó értelembe vett szertartás volt, ami órákat, de legalább egy másfél órát töltöttem úgy az igével, hogy sokszor nagyon kis szakaszokat olvastam, de én minden szót és minden mondatot izlegettem, elővettem egy jegyzetfüzetet, és mindent, ami arról az egy mondatról eszembe jutott, azt leírtam jött a második mondat, azt is leírtam, és rengeteg füzetet töltöttem tele, tehát ezek ma is megvannak különben, és még néha ma is leellenőrzöm, hogy ott első keresztényként miket gondolhattam az igéről, és nem olyan rosszak, tehát hogy talán a Szent Lílek akkor is ott volt már, segített, vezetett, de egyszerűen úgy tanított, hogy ahhoz, hogy Isten milyen megismerjem, az igéjét milyen meg kell ismernem. Ezért nagyon sok időt töltöttem a, az igével, és talán az volt az első jele annak, hogy ezt majd én egyszer tanítani is fogom, amikor azzal szembesültem, hogy ezt nem minden keresztény így teszi. Tehát tényleg mindenkinek másra van ajándéka. Én tényleg azt gondoltam, hogy a Szentírás mély üzenete csak akkor tud hozzá eljutni, hogyha sok-sok időt töltök vele. Tehát ezek után azt az ember elhatározza, vagy úgy gondolja, hogy ő tanító lesz, ez olyan dolog, hogy, hogy nagyon sok idő igazából, hogy jó tanító legyen. Nem arról beszélek, hogyha az ember rögtön megért egy igazságot, azt nem mondhatja el, és rögtön nem kiabálhatja bele a világba, mert erre is van késztetésünk, hogy hú, én ezt most megértettem, és akkor egy kis áhítattól elmondom. De amikor igazán tanítani kezdünk, akkor már olyan összefüggéseket is láthatunk abból az igéből, ami nem a személyes áhítatunkban születik csak meg. Tehát akkor már más szempontok is vannak, nem csak az az egyfajta hang, amit én Tudok. Tehát nagyon sok idő szerintem még az ember igazából tanító lehet. 15 éves voltál, amikor ez már nagyjából megfogant benned, hiszen a olvasás elején te már ezt így kezdted. Igen. Hogy ott a megtérés? Családi ráhatás, vagy uh -huh. mi történt? Hú, egyáltalán nem. Ö a 90-ben a rendszerváltás után szerintem sokan elmondhatjuk, hogy volt itt egy ébredés. Iga, érdekes dolog ez, mert akkor én ezt nem vettem észre, hogy az ébredés, és nem tudom, hogy a többiek, akik ebben részt vettek, akkor tudatosan voltak-e benne. De aztán kiderül, hogy olyan sokan tértünk meg abban az időben, hogy ezt nem lehet másképp írni csak ébredésnek. És az ébredés, ami egy olyan, a Szentléleknek egy olyan mozgása, ami tényleg ő maga kavar és ő maga kezdeményez, ez abból is látszik, hogy az emberek utcáról bemennek gyülekezetbe. Velem így történt. Tehát én nem voltam meg se keresztelve, egy, mondjuk így, hogy ateista családban nőttem föl, illetve volt egy vallásos nagymamám, egy katolikus nagymamám, nem volt igazából gyakorló hívő, de legalább az ő szájából elhangzott az a szó időnként, hogy a jó Isten így, a jó Isten úgy. Nem biztos, hogy mindig jó kontextusban, de úgy elhangzott. Nagyon emlékszem az első emlékemre, pici gyerek voltam, és valamiért a szüleink elfelejtettek ránk odafigyelni, és megnéztünk egy késő esti filmet a testvéremmel, ami egy krimi volt, és életemben először tudatosult bennem a halál, halál kérdése, hogy ott valakit meggyilkoltak. És nagyon milyen elkezdtem gondolkodni, még iskoláskorom előtt volt ez 5-6 évesen, hogy mi a halál. Hát nem tudom, hogy felnőttként, ha az ember gondolkodik, ezen mit érez, de gyerekként borzasztó érzés volt. Tehát az a nihil érzés, amikor az ember próbálja elképzelni, hogy egyszer majd nem lesz. Milyen az, hogy egyszer nem leszek? Hogy, hogyan lehet ezt elképzelni? És annyira beleértem magam az érzésbe, annyira közel jött ez a kilátástalanság érzése, hogy így belezokogtam. És akkor anyukám bejött, hogy miért sírok, és mondtam, hogy hüppögve, hogy hát azért, mert egyszer meg fogok halni. És tudod, annyira vágytam, hogy az anyukám, aki mindig meg tudott vigasztalni, mert ilyen egy anya, hogy mindig tud valamit mondani a gyermekének, ami megvigasztalja, most az egyszer nagyon nem vigasztalt meg. Azt mondta, hogy ó, kislányom, az még nagyon soká lesz. Ismerős. És ez annyira fejbe vágott, hogy fú, mondom, hogy... Szóval igaz. Hogy, 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 és azon gondolkodtam, hogy szegény anyukám hogy tud boldog lenni egy pillanatig is. Tehát igazából hogyan lehet így az életet leélni? Ő sokkal közelebb van a halához, mint én, és ő nem szokott ezen gondolkodni. És azt gondoltam akkor, hogy nem tudom, hogy van-e Isten, a nagymamám néha emlegeti, de ha van, akkor, akkor lehet, hogy van mindennek értelme. Hogy akkor lehet, hogy összeáll a kép, de nem tudtam, hogy így van-e. És akkor, amikor 14-15 éves lettem, akkor, akkor valóban bekerültem én is ebbe a hívásba, hogy a szellemi határok nagyon megnyíltak itt ebben az országban, jó és rossz oldalról, tehát az ezoterika is, az okkultizmus, a parapszichológia, egy csomó minden bejött a világba, ami addig nem volt. Én különben először azzal kezdtem el foglalkozni, azt hittem, hogy Istent keresem. Tehát a, ez az ateista világ, ami, amiben én a nyolc általánosig voltam. Ez, ez azt mondta, hogy csak az létezik, ami, ami anyagi, tehát a materiális világnézet volt. Ezért ebből a szemszögből ö, találkozni olyan gondolatokkal, hogy valaki megörbíti a kanalat, vagy lehet, hogy vannak ufók, vagy tehát lehetne mondani, vagy lehet, hogy van reinkarnáció, ez mindenképpen spiritualitás jelentett. És azt jelentette számomra, hogy akkor lehet, hogy ha van láthatatlan világ, akkor mégiscsak van Isten. Tehát eléggé eltévedtem ebben a dologban. De Isten nagyon kegyelmes, és ma, amikor olyan emberekkel találkozok, akik ma ilyesmivel foglalkoznak, akkor a régi magamat látom, és azt gondolom, hogy semmi nem reménytelen, mert, mert mi legtöbbször Istent keressük. Mert legtöbbször azok az emberek, akik az okkultizmusba belekeverednek, az ezotérikába véletlenül, azért teszik, mert megvan bennük az a felismerés, hogy nem csak anyagi világból él a világunk csak rossz helyen kezdik. De a Szentírás alapján én azt látom, hogy akik szeretik az igazságot, és, és akik az igazságot keresik, előbb-utóbb megtalálhatják. Mondja Jézus, hogy aki kér kap, aki keres talál, az örgetőnek megnyitatik. Jobb könyve pedig azt mondja, hogy mindenki azt találja, amit keres. Tehát végső soron Isten látja a szívünket, úgyhogy lehet, hogy nagyon el vagyunk tévedve, és rossz helyen keresünk, de ha tényleg őt keressük, akkor előbb-utóbb megszervezi. És nekem is megszervezte, nekem tényleg a középiskolába, hogy lássuk, hogy, hogy néha milyen gonosz erők ö, dolgoznak azért, hogy ne érjünk el a célba. Nekem is volt egy ilyen, vagy nem tudom, hogy ezt így kellett tekinteni. Ö, jó tanuló voltam, a 4 5 tanuló voltam, és amikor ind, amikor éppen pályát kellett választani, 8-ba, azon a lakóhelyen, ahol én laktam, Sziget Miklós volt, akkor indult szeptemberben egy új iskola, Battyány Kázmér gimnázium, és maga az az igazgató, aki ezt megálmodta, egy erdélyi magyar kávinista hívő volt, dr. Kós Ferenc, bejött a nyolcadikban az iskolába, és hát elkezdte promotálni az iskolát, de annyira jó reklámszakember volt, hogy elmondta, hogy tehát úgy adta elő ennek a gimnáziumnak a Létét, hogy én így 14 évesen azt gondoltam, hogy ha én tovább akarok tanulni, és jó jövőt akarok magamnak, akkor csak ide és sehova máshova lehet fölvenni, úgyhogy jelentkeztem ide, és akkor elkezdtem imádkozni Istenhez. Ezek azok az apró imádságok voltak, amúgy, ahogy a legtöbben kezdjük, hogy Istenem, ha vagy. Nem tudom, hogy kimondott már ilyen imád, de Istenem, ha vagy. Engem annyira nem tanítottak imádkozni, hogy én még tínédzser koromban nem is mondtam az imákat, hanem írtam vettem egy füzetet, és akkor odaírtam, hogy kedves Isten, ez volt a megszorítás, és akkor néha a gondolataimat leírtam egy ilyen füzetbe. Na, ekkor már azért beszéltem, és akkor mondtam Istennek, hogy Istenem, ha vagy, akkor bizonyíts be, és vegyenek fel ebbe a gimnáziumba. Nem volt olyan nagy kérés ez, mert mivel jól tanultam, végül is volt rá esély, de gondoltam, hogy biztos, ami biztos, jobb az égieknek a segítségét is kérni. Egy magyar és egy matek felvételi volt, és nem sikerült. Kiött a felvételi értesítő, még akkor postán, hogy egy pont hiány, nagyon ironikus volt, nem egy jól pont hiány nem vettek föl, és sok más ironikus dolog is volt mellette, például az, hogy egy hármas tanulóosztálytársamat pedig fölvették. Ez olyan nagy Vízhangot keltett még a tanári karban is, hogy a tanári kor is teljesen oda volt, hogy hogy a jó tanuló idikot nem vették fel, és mit fog kezdeni ott az osztálytársam a hármasával. Tehát olyan nagyon összekuszálva voltak a szálak, úgy tűnt. Sok minden történt közben, de ami a legfontosabb, hogy én akkor összetörtem. Ez olyan volt 14 évesen, mint hogyha valaki az első szerelmét veszíti el. Tehát egy ilyen, mintha mindent elvettek volna tőlem. Hazamentem, és nagyon fájt és zokogtam. Egyedül voltam otthon, és volt egy-két önkéntelen mozdulatom. Például azt, hogy letérdeltem. Soha senki nem mondta, hogy térdeljek le, vagy le kell térdelni Isten előtt. Ez ilyen önkéntelen volt. És akkor szorított foggal és így ilyen záporozó könnyekkel mondtam Istennek, hogy Isten, biztos, ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy, neked kell, hogy legyen, legyél, biztos akkor más a te akaratod, és kérlek, hogy akkor legyen te akaratod. Ö, nem ismertem a mi Atyánkat se akkor még annyira, de, de ami fordulópont utána történt, és aztán, amikor később a Bibliát megismertem, akkor jöttem rá, hogy az én életemben is az volt a fordulópont. Tehát, hogy szellemileg én akkor tudtam ráfordulni Istenre igazából, mert hogy akkor tettem meg azt, amit mindannyiunknak meg kell tenni, mielőtt megtérünk, hogy megalázzuk magunkat. A szónak a legnemesebbik értelmében. Hát később olvastam a Bibliába, hogy Isten a kevieknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmét adja. És én akkor ott kegyelmet kaptam. Azért, mert tudtam alázatos lenni, amiben talán nem is az a legfontosabb, hogy most térde az ember, vagy síre, hanem az, hogy őszintén ki tudja mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ez néha nagyon nehéz. Nagyon nehéz, amikor megvan a saját akaratunk. És akkor nem sokára az történt, hogy rossz órán ültem, és bekopogott az igazgató helyettes, hogy Erdei várják az igazgatói irodában. Soha nyolc év alatt ilyen nem történt én is meglepettem, mentem föl, ő megfogta a kezemet, és így morzsolgatta, hogy nem kell félni, nem kell félni. Én meg nem tudtam, hogy mitől nem kell félni, de éreztem, hogy ő valamitől fél. Bementem a, az igazgatóirodába, és a, ennek a gimnáziumnak, ahova felvételiztem, az igazgatója ö, volt ott, és azt mondta, hogy maga az Erdei én magáért jöttem. És elmondta, hogy ő most csinál egy olyat, amit soha nem csinált de ő ezt bizonyos okokból meg kell, hogy tegye. Ő volt magyar történelem szakos volt, és ő olvasta el a felvételiken a magyar dolgozatokat, ami arról szólt, hogy mit jelent nekem a magyarság. És most, hogy már kiküldték a hivatalos felvételit, újra kezdte olvasni a dolgozatokat, és az enyém is a kezébe került. Elolvasta a dolgozatot, és azt mondta, hogy annyira tetszett neki, hogy arra gondolt, hogy neki ez a lány kell. Úgyhogy De mindenképpen csodálatos. mindenképpen együtt akar vele dolgozni. És most felül kell magát bírálnia, mert amikor engem értékelt, akkor az első, a fogalmazás első sorában elkövettem egy szalvas hibát, a különbent emmel írtam. Azóta is üzenem mindenkinek, hogy nem, 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 egy életre megegyeztem, és annyira. Idegesi, felidegesítette magát ezen, hogy valaki ennyire rosszul ír helyesen, hogy bevaja őszintén, hogy nem, nem olvasta nem olvast el rendesen vett. annak idején, hanem jól lepontozta. De most felülvizsgálja magát, és ezért, ha eljövök ekkor és ekkor ide is ide az anyukámmal, beszélek a matek tanárral is, stb. Tehát egy-két, bebizonyítom, mert a matekom sem sikerült jól különben, egész nem volt szinkronban jegyeimmel. De ha bebizonyítom, hogy csak vizsgadruk volt, és tényleg egy nagyon vizsgadruk kerember ember voltam, akkor fölvesznek. És ez így történt. Ez nem mindig történik így. Tehát ha azt mondjuk Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, akkor nem mindig minden így történik, de ennek így kellett történnie. Mert én ott találkoztam az angol tanárommal, azt ígérte az igazgató úr, hogy, hogy anyanyelvű angol tanárt fogunk kapni, és ez így is lett. Amerikából egy baptista misszionárius jött, és tanított minket angolra. Egy fiatal ember volt, és én életemben először találkoztam egy olyan hívővel, akiről azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világvilágossága. Tehát addig nekem a vallásról az volt az elképzelésem, hogy ö, kendős nénikék, akik hmm. ülnek a ö, hideg katolikus templomban, és senkit nem ismertem, aki hiteles lett volna és ez a férfi, ez pedig hiteles volt. Úgy, hogy nem térítgetett, órát tartott, angol órát tartott, de a megnyilvánulásai, a gesztusai, a velünk való bánásmódja olyan, olyan szeretetteljes volt, olyan feltétel nélküli szeretet volt benne, annyira világított, hogy nem lehetett nem észrevenni. Különben a lányosztálytársaim ezt ezt a világítást nem tudták mire vélni, és mindenki szerelmes volt a Mr. mini Tehát így, így, így tudták összerakni. Én nekem meg valahogy össze, összekapcsolódott ez azzal, hogy, hogy ő egy hívő ember. De ezt tudtad róla, hogy ő egy hívő ember? Persze. Tehát ez, ez, ez körben a bemutatkozáskor uh -huh. ő elmondta. Meg azért volt, hogy angol versenyt rendezett, és akkor egy angol nyelvű biblia volt az ajándék, meg tehát ilyesmiket. Aha ilyesmikből, is szünetekben, meg kirándulásokkor még inkább lehetett uh -huh. tudni. Ö, igen, de olyan óvatosan, tehát amennyire egy tanárnak lehet annyira. Összekapcsoltam, és arra gondoltam, hogyha léteznek ma ennyire tiszta emberek, mint ez a férfi, akkor lehet, hogy Jézus tényleg létezett. És azt is gondoltam, hogy ha Jézus létezett, akkor valami olyasminek kellett lenni, mint ez a férfi. Valahogy így kapcsolódott bennem össze. Ö, és azóta is nem tudok másban hinni, csak abban a kereszténységben, ami világít. Tehát egy, egy csak ennek van értelme. És különben vissza, visszakapcsolódva a tanítványozásra, vagy tanítványképzésre, ezt kell átadnunk, amikor tanítványképzés vagy, hogy, hogy, legyél olyanná, hogy, hogy tényleg a föld sója és a világ világossága legyél, mert csak ennek lesz szereje, és erre meg tudnak térni az emberek. Ez vonzó de a képmutatás, az ütött kopott liturgiák, a dogmatikai viták, azok, azok nem vonzók. Abszolút egyetértek. Munkálkodó hívőkre van, igaz? Igen. Elhívott, tiszta szívű hívő emberekre van szükség, akik nem csak abban élik meg a hitet, hogy én már megtértem és biztonságban vagyok, hanem szeretném, hogy te is megismerd azt, amit én megismertem. Igen. De ekkor nyilván még nem számítottál arra, hogy mi vár rád, mert azért mostanra fölhalmoztad rendesen a végzettségeket. És nem titok, hogy a főiskolán a tanárom vagy, a Pünkösi Igen. Teológiai Főiskolán. Hogy vezetett idáig az út? <laughs> ha most életrajzra vagy kíváncsi, vagy nem tudom ki kíváncsi rá, miután megtértem 15 évesen, pályát kellett választani. Előtte én akartam tanár lenni, meg akartam orvos lenni, meg mindenféle ilyesmi. De 18 éves koromra teljesen kisöpörte Isten a fejemből ezeket a dolgokat, és egyetlen cél a szemem előtt, hogy neki szolgáljak. Úgyhogy így indultam el ebben a kérdésben. Nem voltam olyan egyszerű, mert akkor a Pünkösdi Teológiai Főiskola, aminek, az oktató, aminek akkor még a, a hallgatója lettem, ez még a bolonyai rendszer előtti négy éves főiskolai rendszer, az akkor azon kevés főiskolák közé tartozott, ami nem ingyenes volt, hanem nekünk kellett ösztöndíjat fizetni, ö, nekünk kellett tandíjat fizetni, ösztöndíj pedig nem volt. A szüleim pedig nem voltak hívők. Isten elég egyértelműen mondta nekem, hogy itt a helyem, de nagyon nehezen tudtam ezt otthon előadni, mertem előrukkolni vele. Úgyhogy mondtam Istennek, hogy akkor ezt neked kell elintézned, <laughs> hogy valahogy én ezt előmerjem adni. Úgyhogy nagyon sokáig nem szóltam semmit, lapultam otthon, még nem, már közeledett nagyon a Szorított határidő. Úgyhogy a szüleim megelőztek, és a nevelőapám apám állt elő azzal, hogy Édikó, te véletlenül nem bibliai iskolába szeretnél tovább tanulni? És így leesett az állam, hogy, hogy de. És ezt honnan gondolja, vagy honnan jött neki ez a gondolat? És mondta, hogy hát, mert beszéltünk anyáddal, azt rájöttünk, hogy másnak el se tudunk képzelni. Így. Jó. Fú, de jó mondom, akkor kipipálva egy dolog. De Isten azért, ez is elintézte. <laughs> ez is el, elintézte Isten, de aztán mégsem egészen, mert hogy volt a mondatának egy folytatása is, ja. hogy mi elhisszük, hogy te ezt nagyon szereted, de ebből te nem fogsz megélni, sőt, ilyen fogsz halni. <laughs> És ezt mi nem akarjuk. Úgyhogy azt mondjuk neked, hogy legyen egy saját szakmád, válasszál valamit, amiből meg lehet élni, azt végezd el, <laughs> És ha még utána is érdekel a teológia, akkor mi mindenben támogatunk. És, így lett. és akkor nem így lett. Nem. nem így lett, mert az ötlet jónak tűnt. Van ez a Jetrói tanács, ugye, amikor valaki kívülről ad egy jó tanácsot. És, a, és azon gondolkodtam, hogy ez most egy Jetrói tanács, és tényleg ez az Istentől van. Nem voltak ilyen vallásos dogmák a fejembe, hogy nem hívőből nem szólhat az Isten. Sokszor tapasztaltam, hogy szólhat. Tehát, hogy éltem ezzel a lehetőséggel, de nem biztos. Ezért Isten elé vittem, hogy mondja meg, hogy ő, ő hogyan gondolja. És akkor nagyon határozottan a Szent Élek azt mondta, hogy nem, az ötlet nagyon jó, de én más kérek tőled. Én egy teljes kiszolgáltatottságot kérek tőled, hogy az oltára teljesen tedd oda magad. És vállald azt föl, hogy egész életedben semmi máshoz nem fogsz érteni, csak hogy nekem szolgálj. Cserébe én pedig garantálom, hogy egész életedben nekem szolgálsz teljes időben. Azt mondtam, hogy jó. És valahogy a szüleim is akkor végül is azt mondták, hogy jó. Ugye fogalmam se volt, hogy mire mondok választ, igent, mert 18 évesen sem voltam még a egyházi viszonyokkal egyáltalán tisztában egy búrában voltam, volt egy saját gyülekezetem, ahol szerettek, ahol nem volt probléma, hogy lány vagyok és szolgálhatok, ahol a férfitársak kértek rá, hogy szolgáljak. És amikor bekerültem a PTF-be, akkor jöttek az első, el, első mondatok arról, hogy mit képzelsz magadról, hogy hát nő vagy, tényleg azt hiszed, hogy tanítói ajándékod van. Én csak visszamondtam azt, amit nekem a környezetem mondott, és, és akkor, vettem, akkor jöttem rá arra, hogy, ennek a financiális része hogyan fog megvalósulni, de egyáltalán akkor jöttem rá, hogy a, azok a gyülekezetek, a, a, ezek a teljes evangéliumi kisgyülekezetek, amik önfenntartóak, azok örülnek, hogyha egy lelkészt fenntartanak, mm. amellett még egy tanított, hogyan fognak alkalmazni. Nem gondoltam, hogy van pásztori elhíváson. És aztán mégiscsak az történt, a, egy valamit tudtam, hogy Isten hűséges, és nem fog becsapni. És így lett. És aztán, amikor megkaptam a teológus lelkész diplomámat, akkor a pásztorom leült velem, és megkérdezte, hogy mit gondolok hogyan tovább. És mondtam, hogy nem tudom, hogy hogyan tovább. Én nekem csak egy ígéretem van Istentől, hogy ne értsek semmi máshoz, és neki fogok szolgálni egy életen át. És akkor azt mondta a pásztorom, hogy örül, hogy ezt mondom, és szeretné, ha ezt a szolgálatot mellette kezdeném el. És tulajdonképpen így történt, hogy akkor teljes időben mellé kerültem, mondjuk így segédlelkésznek, lehetne így is mondani, és 15 évig akkor ő mellette szolgáltam, és akkor alakult ki az a bizonyos tanítványozási szolgálat, aminek a keretében ez, ez az alapozáskönyv is megtörtént. A könyv benne született meg, hogy erre szükség van, vagy bármilyen külső ráadás, hogyan keletkezett a könyv, hogy fogalmazódott? Már akkor tényleg körülbelül 14-15 éve végeztem az alapozást, anélkül, hogy lett volna hozzá könyv. Tehát jártam az emberekhez, készítettem őket fel a bemerítkezésre. Már elég sok beszélgetésem voltam túl, hogy tudjam, hogy mi érdekli őket, mi nem, illetve egy gyülekezeti szocializációhoz is mire van szükség és akkor ilyen papír feszni kell, meg ilyen jegyzetekkel, amennyi, ahogy mindannyian kezdjük mondjuk az első prédikációinkat, hogy egy jegyzet, két jegyzet, egy jegyzet, füzet, két jegyzet, füzet, és akkor az már kezdett is feltornyosulni. Tulajdonképpen csak egy bátorítás kellett hozzá a gyülekezeten. Talán, ha jól emlékszem, a pásztoromnak a felesége volt az, aki azt mondta, hogy könnyebb kellene ebből már csinálni és akkor elhittem neki, hogy könyvet kell belőle csinálni, és akkor tulajdonképpen az az anyag, amit már addig is össze, amit addig is leadtam a, a, azoknak, akikkel foglalkoztam, összeszerkeztettük, és akkor így lett belőle. És meg és meg nincs Azért, azért mert, mert nem volt igazán a piacon egy olyan, amiről azt mondtuk volna, hogy ezt lehet használni, tehát akkor ezt hiányt töltött be. Ma már tudod az órámról, hogy ma már sok anyag van, de akkor ez az egy volt, és akkor ezt tettük és biztos, hogy tudatos, de nagyon frappánsan is van összeállítva, hiszen pár sorok, egy-egy alcím alatt néhány sor, könnyen emészthető, ige helyekkel, és szerintem nagyon könnyen átadja az embernek azt, hogy, hogy meg tudja végre fogalmazni azt, amiben amúgy is hit, vagy ki tudja egészíteni azt, amiben hit, de nem látott rá teljesen. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos a könyv, és maga az alapozás nagyon szükségszerű minden keresztény embernek. Bár azt látom, hogy a keresztények nem szeretnek vele szembesülni, hmm. hogy esetleg alapozásra van szükségük. Hogy fogadott téged a, a lelkészi közösség, hogy fogadott az egyház? Hiszen azt mondod, hogy már a 90-es években a hullámban megtértél, utána pedig lassacskán felismerted a tanítói vénát. És én azt látom, hogy a laikus körökben még mindig kérdéses a nő szerepe az egyházban. Uh -huh. De te viszont ezt már nem most kezdted, valószínűleg akkor is így volt ez. Hogy fogadtak uh -huh. téged? nem azt, hogy jól, de hát most mit értünk ez alatt? Az az igazság, hogy ezzel a kérdéssel én soha nem foglalkoztam. Ilyenkor azért kell elmondanom, tehát most is csak azért beszéltem erről a nő, nő kérdésről, mert hogy, hogy a tehát annak a realitása, csak azt akartam illusztrálni, hogy annak a realitása, hogy, hogy én női szolgálóként teljes időben lehetek, nagyon csekély volt, és tényleg csak az Isten tudta megtenni. De különben nekem ez nem kérdés. Egyszerűen én bizonyos szempontból olyan helyekre születtem, olyan gyülekezetbe jártam, olyan emberek vettek körül, ahol ez soha nem volt kérdés. Tehát nekem a, a pásztorom volt az első, aki ebben segített, aki támogatott, akinek a felesége szintén szolgáló volt, ilyen volt a gyülekezet. A férjem utcáról tért meg hasonló családból, mint a miénk, tehát a, a családi viszonyok se annyira patriarhálisak voltak se náluk, se, se nálam, tehát otthon se kaptam soha olyat, hogy, hogy te nő vagy. Tehát ez, ez nem volt soha kérdés igazából. Igazából van egy gyülekezetem, ahol ez természetes, és nem csak az én szolgálatom természetes, hanem az összes többi nőtestvéré. És ezért ez a kérdés nem olyan nagyon foglalkoztatott. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem kellett harcolnom soha, vagy nem kellett bizonyítanom soha, és ezt nem is szeretném megtenni, hiszen ha valahol elfogadják a női tanítást, elfogadják, ha nem, nem azzal sincs semmi baj. Tehát én ebből nem csinálok nagy ügyet. Tehát nem. Azt, azt akarom mondani végül is válaszként, hogy ez nem egy kérdés az életemben. Csepeli újreménységgyűlökezet, ugye? Agapi hálózat. Igen. És itt a vezetőség tagja is vagy. Igen. És lelkészként is Igen. funkcionálsz. Közösségetek? Há három, három fős vezetés van nálunk, két férfi testvérel, és rendkívül élvezzük a három személyes vezetést. Szerintem az is nagyon jó, hogy vegyesen vagyunk, férfiak és nők. Mindannyian tudjuk például azért, mert a gyülekezeteinkben túlnyomó részt járnak a nők. Tehát eleve nagyobb ö, részben járnak nők, mint férfiak, tehát egészen egészségesnek és reálisnak tartom azt általában, hogy vezetőségi szinten a női hangok megszólaljanak. Tehát a női hozzáállás meg attitűd, egyszerűen a férfiak másképp gondolkodnak, más tartanak fontosnak, mint nők, ezért szerintem ez egy egészséges dolog, és így kiegészítjük egymást. El tudjuk osztani a feladatokat is, ugye a lelki gondozói női feladatokban sokkal kényelmesebb, ugye ha én nőkkel foglalkozhatok, a férfi társaim pedig férfiakkal, illetve az, hogy mindenki az ajándékának megfelelően működhet. Mindenki azt csinálhatja a vezetőségben, amihez a legjobban ért. Ez segít nekünk abban, hogy mi magunk ne égjünk ki, és a gyülekezet mindig mondjuk így friss szolgálókkal tudjon találkozni és ez szerintem az egész közösségnek a milliójét meghatározza. Elég interaktívak az Isten tiszteleteink. Hát általában, ha ö, tanítunk, igét hirdetünk is, a mi alkalmainkba bele lehet szólni. Hát, ha eljönnél hozzánk egyszer, és például meghallgatnád, amikor én tanítok, bármiről, jelenések például, akkor az emberek kérdeznek, beleszólnak, egészen zsinagógai hangulat van, de nem abban a tekintetben, hogy zajosak vagyunk, de lehet kérdezni, sokszor én is kérdezek, és az emberek már nagyon szabadak erre, mert már megszokták, hogy együtt gondolkodunk, hogy a tanításnak van egy ilyen módja, és azért ők is bátrabbak arra, hogy szolgálatokra jelentkezzenek. Ez csodálatos, és talán egyébként a, a tőled kapott válaszok is jobban rögzülnek bennük, hogyha az ő kérdéseikre kapják ezeket a válaszokat. Ezt én is nagyon szeretem, és azt az érzés is kelti a hallgatóságban, hogy közötlen kapcsolatban vannak veletek, és nem választja egy, egy határvonal a pulpitust és a hallgatóságot egymástól, hiszen egy közösség vagyunk, ez volna a cél. Igen. Mit szól a család mindehez Hogy viseli? Megszokta, megszokta. Ö Ebben a felállásban a párválasztás volt egy nehezebb kérdés nekem, mert ahogy kérdezted, hogy, hogy fogadta a vezetőség, hogy fogadták mások, jól, de azért amikor párválasztás előtt álltam, akkor volt azért olyan, voltak néha olyan hangok, hogy hát akkor maradjak egyedül. Ennek az volt az oka, hogy sokan úgy gondolták, hogyha gyülekezetben vezető szerepben vagy, akkor majd családban is az leszel. És hát ez milyen dolog, hogy a, a nő hordja a nadrágot, ezt én se szeretném, ha így lenne, nem is láttam ilyet. Az én családomban se, hogy így lenne, de valahogy így összekapcsolódott sokaknak a fejében ez a kérdés, hogyha a vezető vagy, akkor majd ott van leszel a vezető, az meg egy felemás dolog, mert hát Apostol is már megtanított, hogy az asszony feje a férfi, és a férfi feje a Krisztus, és ebben hiszek is. Én is, úgyhogy vagy ezek voltak a hangok, hogy hogy fizesse meg az zárát annak, hogy vezető vagyok az egyházban, hogy legalább akkor ne menjek férjhez, Vagy pedig az, hogy hát nyilván nekem is egy pásztor kell, hogy legyen a, a férjem. Érdekes, mindig éreztem belül a szellememben, hogy nem pásztor lesz a férjem. És ha megkérdezik, hogy miért, akkor szabad itt szabadnak lenni? Azt Persze, gondolom, hogy becsin. igen, akkor hadd mondjam el, ez az én butaságom nyilván, hogy mert hogy nyilván lehetőségem lett volna arra, hogy a Pünközi Főiskolán mindenki, aki járt, az, az, az pásztornak készült tulajdonképpen. Tehát adottak voltak kapcsolatok, hogy ott, ott valaki esetleg a férjem legyen. De valahogy a, a, ezek az osztálytás, bocsánat, nem az osztálytás ezek a ezek a testvérek, akik készültek pásztorságra, mindig azt gondoltam, hogy annyira unalmasak. <gül> 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 És, de, de hogy értse mindenki, hogy mit akarok ezzel mondani hogy, hogy a, a, legtöbb pásztor akkor jó pásztor különben, hogyha nagyon kiegyensúlyozott és nagyon kiszámítható. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek nagyon nagy lampi tudói vannak, és egyszer fenn, egyszer és mindenfélét is gondol, és tele van alternatív gondolataival, azok nem jó pásztoroknak. Tehát valóban nagyon stabil, jellemű embereknek kell lenniük. Viszont én mindig unatkoztam, hogyha, hogyha 10 perc utáni helyzetekben, úgyhogy én mondtam Istennek, hogy, hogy nem kérek fehér lovon szőke herceget, egyetlen dolgot kérek, hogy ne kelljen unatkoznom. <laughs> és ezért úgy gondoltam, hogy nem bástól lesz a férjem, is így is volt. De azért mielőtt a, a saját, tehát mielőtt a férjemmel tényleg el tudtuk határozni, hogy összeházasodunk, előtte volt egy, egy olyan, egy másik helyzet. Uh, ahol megtanultam nagyon, hogy ez is probléma lehet, hogy, hogy egy vezető, egy szolgálónő hogyan menjen férhez Elkezdett tudvarolni nekem egy hívő fiú. Uh, távkapcsolat volt teljes mértékben, mert ő Finnországban dolgozott, magyar volt én nem. És, de úgy tűnt, hogy ha, harad előre a kapcsolatunk. Uh, még nem egyszer egy ilyen huszárvágással pár hónap után uh, megszakította velem a kapcsolatot. Minden, minden előzetes nélkül, vagy figyelmeztetés nélkül, és amikor végül is kértem, hogy valamit mondjon, valamilyen magyarázatot, akkor mondta, hogy, de ő már abban volt, hogy már gyűrűt ad nekem, hogy hazajött, beszélt a gyülekezet vezetőivel, és mesélt rólam, és amikor kiderült, hogy ki vagyok, mi vagyok, akkor a gyülekezet vezetői lebeszélték rólam. Nem ismertek engem de azt mondták, hogy ha én vezető vagyok, én nem illek hozzá. És akkor ő ezt elfogadta, ezt a döntést, és akkor szakított velem. Akkor nagyon sok mindent át kellett gondolni, hogy itt most mi is történt. Jól döntött, azt gondolom, mert hogyha valakit ez megrettent, akkor valóban egy ilyen házasságot ne vállaljon. És aztán, amikor találkoztam a nagyővel valóban, aki utcáról jött, és nem, nem volt járatos ezekbe a dogmatikai dolgokban és én, én neki csak egy lány voltam. Nem vezető voltam, nem szolgáló voltam, én csak egy lány voltam, a szónak a jó értelmében. Akkor nagyon emlékezetes az, amikor már eljegyzett, és valahol voltunk egy felekezetközi alkalmon, és egy pásztornak bemutattam, és a pásztor félrevonta a leendő férjemet, és megkérdezte, hogy, hogy te ezt mégis hogy képzeled, hogy az Ildikót feleségül veszed? <gül> <gül> Nyilván arra irányult a kérdése, hogy ő friss, megtért uh -huh. volt viszonylag, és nem volt vezető, és hogy gondolja. És, és akkor ezt mesélte nekem a férjem, és mondom, hogy hú, és te erre mit mondtál? és teljesen megrémültem. És akkor mondja nekem, hogy mit? Azt mondja, nevettem. Jó. <laughs> és akkor amikor ezt így mondta, hogy nevettem, akkor azt mondtam, hogy fú, ez jó lesz. Akkor ő nem unalmas. <laughs> Igen, nem unalmas és, ne, és nem fél. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy mindig is helyén volt a férfiúi önbecsülése, tehát, ez hogy van. nem érzett gátlás soha mellettem, és ez fontos kérdés volt. Azt viszont, tehát mivel ő engem már így ismert, meg hogy szolgáló vagyok, ő már ezt kapta a csomaggal. Tehát nem, nem zsákba macskát árultunk ezzel kapcsolatban. Szerintem ő is szerette és tisztelte azt, hogy, hogy, hogy Isten így használ. Úgyhogy teljesen elfogadta. A mi családunk ebben nőtt bele, tehát ehhez alkalmazkodtunk a gyerekeimmel együtt. Mindenki elfogadta, hogy ez, ez így van. Az életed egyes részeiről beszéltél nekünk már az iskolában is hm. többet, viszont valamiről én. Nagyon keveset hallottam még rólad, nyilván nem az iskola a kontextus ennek. A gyermekeid, uh -huh. ők hogy alkalmazkodnak a hithez, te hogyan próbálod őket ebben vezetni, hogyha egyáltalán vezeted? Hát igyekszünk ketten, hát ez nem egy egyemberes munka egyáltalán, tehát a férjemnek ebben ugyanúgy szerepe van. gyerek a gyerekeink, van egy 17 éves fiunk, a Szilád, és egy 16 éves kislányunk, a Napsugár. Nyilván gyülekezetben nőttek föl, tehát jöttek, mentek velünk, tehát valamilyen módon beleszoktak. Most a tinédzserkor nekünk sem könnyű, tehát nem akarnám azt mondani, hogy mind a kettő Isten hatalmas szolgálja, nem így van. A fiam az egy-két egy éve nem jár most gyülekezetbe, és éli a saját maga világát. Érdekes kérdés, ő egy olyan srác, aki óvodáskora óta jár hittanra. Ő nagyon szerette a hittant mindig, tehát már óvodáskorban a református lelkész járt be hozzá. Aztán csak ugye a nevelési elveinkről egy kicsit meséljek. Úgy gondoltuk, amikor általános iskolában választani kellett, hogy hittan, vagy erkölcstan, vagy hát a gyerekeink, ugye szilárdott van a vodába minden héten van neki hittan, vasárnap iskola van a gyülekezetben, ne legyen már törtött káposzta neki, ne, nem akartuk, hogy, 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 megfeküdje a gyomrát a sok kereszténység, ezért beirattuk őt inkább erköstanra, és az első osztály végén kikérte magának, hogy ő soha többet nem akar erköstanra járni, hanem ő kéri vissza a hittant. Úgyhogy még nyolc évig hittanra járt, meg egy ifjúságira is, és akkor, és most is egy istenfélő ember, tehát azért ö, esténként igényli sokszor, hogy imádkozzunk együtt, szoktunk mindig imádkozni, és ö, azt szokta nekem mondani, hogy ö, anya mindenben igazatok van, én most szeretnék a saját utamon egy kicsit járni, de majd meg fogok térni, ez, ez ő, ő a fiunk, és Isten azért sokszor vezeti. A kislányunk, az ő a jó kislány, ő olyan jó tanulófajta, mint amilyen én voltam, úgyhogy ő megtérés előtt áll, jár velünk gyülekezetbe, és várjuk, várjuk azt, hogy döntsön az Úr mellett. Hát kívánjuk nekik a legjobbakat, mm. és de. nektek is. És nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm, hogy itt lettem. Isten áldja a szolgálatodat a is. Én nagyon örülök, hogy végre nem csak tőlem hallhatták a nézők, hogy az alapozás mennyire fontos, hanem egy olyan szemétől is, aki alapozó könyvet írt annak érdekében, hogy a, hogy a megtért emberek tanítványokká tudjanak válni. És annak is nagyon örülök, hogy egy könyv mögötti életet is sikerült bemutatni. Számomra nagyon hasznos volt a beszélgetés, elárulom, hogy kaptam személyes üzenetet, és őszintén remélem, hogy a képernyő másik oldalán is van olyan személy, aki kapott. Isten áldjon mindenkit, jövő találkozunk!